17 évig lényegében változatlanok voltak a jótálláshoz és szavatossághoz kapcsolódó rendelkezések, január 1-én azonban új időszámítás kezdődött ezen a területen. A szabályok megújítását különösen időszerűvé tette, hogy a fogyasztóvédelemhez érkező panaszok legnagyobb hányada ehhez a területhez kapcsolódik. Az elmúlt években szinte minden második üzlet elmarasztalható volt kisebb-nagyobb jogsértésekben. A megyei békéltető testületnél arra számítanak, nem az ügyek számában hoz majd változást az új jogszabály, hanem a döntésüket támaszthatja jobban alá. A legnagyobb változás a jótállás terén következett be, melynek ideje bővült és sávossá alakult. Egyre nagyobb értékűek azok a tartós fogyasztási cikkek, amik vásárolunk. Sokszor adnak mellé gyártói jótállás, de az nem egyenlő a törvényi jótállással. Tehát ennek a bővítése nagyon jó lesz a fogyasztók részére, hogy konkrétumot mondjak, 10 ezer és 100 ezer forint között marad az egyéves eddigi törvényi jótállás. 100 ezer és 250 ezer forint vételár között Di termék esetén kettő évre bővül, és 250 ezer forintos termékeknél pedig három évre lesz a kötelező jótálás. Ez a kötelezettség azonban csak a jogszabályban tételesen felsorolt fogyasztási cikkekre vonatkozik, hívta fel a figyelmet a szakember 35 perc című műsorunkban. A javítás és cserek kötelezettség terén is számos újdonsággal találkozhatunk. Ezek egyike, hogy most már nem csak a javító szolgálathoz, hanem a vállalkozáshoz is vihetjük az elromlott terméket. Változás az is, hogy ha az első javításra való beadáskor kiderül, hogy nem javítható, nem kell szakvélemény, 8 napon belül cserélni kell, vagy vissza kell fizetni a vételárat a bemutatott pénztárbizonlat alapján. Fontos lehet, hogy nem kötelezhetnek minket levásárlásra, ha nem tudják biztosítani a cserét, a pénzt kell visszaadniuk. A javítható hibáknál továbbra is törekedni kell a kijavításra, akár meddig azonban nem lehet húzni az időt. Ha a 15. napra nem sikerül ez a javítás, akkor azonnal értesíteni kell a fogyasztót, hogy mikorra várható a javítás időpontja. És van egy másik határidő, hogy ha viszont 30 napon belül nem javítják meg, akkor innentől kezdve már a 31. napon nem lehet azt mondani, hogy ja, még kell két nap, nem, hanem akkor ugyanez van, hogy akkor ki kell cserélni a terméket, vagy ha a csere nem lehetséges, akkor a vételárat visszafizetni. Három javítás után a negyediknél ugyanezek a szabályok érvényesek, még akkor is a különböző okból hibásodott meg a termék. Jó hír az is, hogy ezentúl a csomagolást nem kell megőrizni a jótállás érvényesítéséhez, igaz ez eddig is jogellenes követelés volt a vállalkozások részéről. Szintén az év éveleivel bevezették az elektronikus utalást, amely nem kötelező, az online vásárlásoknál azonban ez az életszerűbb. Ez több formában is biztosítható a vásárlók részére, ha azonban ők papír alapon kérik, akkor úgy kell megkapniuk a dokumentumot.